Hölgyeim és uraim! Kezdjük azzal az egyszerű kijelentéssel, hogy Takács Gyula tündökletes költő, varázslatos költő, a csönd embere, vállain a merengés, nagy angyal szárnyai. Kezdjük ezt azzal, hogy ezt már akkor is tudtam, mert megértettem, amikor kamaszként a Hold és Hárs című verses könyvét megvettem egy budapesti antikváriumban, és tudom most is, amikor az akkori fiatal lirikus aggastyánként áll itt mellettem, és magam is már 70 éves vagyok. Takács Gyula hát a csöndből, merengésből, tűnődés sűrűből szőtt földre száműzött emberi angyal, aki csak nézi a fölötte is benne kéken szálló időt bajszos, nehéz, aranyszita mosolyával. Nézi, mert tudja, a múlandóság a legbonyolultabb tisztaság. Takács Gyula erkölcsi szerkezetét úgy fonja, pólyázza be a derű, mint a csontvázat az izmok, inak, ragasztószalagok, kötéspontok, tapadás kötegek. És ez azért igaz, mert a derű nem öröm. A derű nem jókedv. A derű nem víg életricsaj. A derű nem örökös, könnyed felelőtlenség. De világsúly felelősség, árnytalan vígasz áhít. A derű a világ értelmében való hit. A derű az enyészet látó költő türelme, fegyelme, a mosoly halált legyőző szigor. A derű olyan viszony a mindenséghez, amelyben a külső kozmikus és a belső kozmikus szerkezet és létdagály szikrázik, ragyog, mint a világlét aranykoszorú fogsorai, aranytű szempillái, galaktikus tűzkönyv hömpölyés. És Takács Gyula szívében, az ifjúban és a megvénültben úgy függ a Dunántúl, mint egy trópikus függő ágy, s benne, a benne hintázó heverő domborulatokkal, mítikus szelíd egyszeműként, a derű küplokszaként, arc középen a szem egyel a Balaton. És szívében úgy függ a Dunántúl, mint egy üvegházban négy feszítő fonallal fölfüggesztett keretes drótrács háróasztal, amelynek óriás rács tepsiében cserepes virágok, muskátlik páfrányok, futórózsa lepedők és borostyánlevél függönyök lógnak illatozva cellásan áttört oldal falairól, és illatuk vad és mandulafatavasz, és derengnek zöld sötéttel, mint a magzatvíz és illatukban bánat és gyönyör. És ha hold süt ítélet sárgán, a drótasztal virágzás emeletei réseiben, csipkebozont hónaljában árnyméhek, árnydarazsak, mint csöbb dzsinnek, Tóth Árpád indigószövet kobolja. És ha napsült fehér áradás özönnel, a szívbeli kert fénye, mint a világ keletkezés, robbanás, csönd hullámgyűrűi elemi sugárzás, hiszen most lesz anyag az ideál. Az ideákat meg kell menteni, írta Gulyás Pál egyik utolsó versében. Igen, Takács Gyula is ideamentő hűség és szorgalom. És ezzel már el is mondtam Takács Gyula művészetének, hosszú idejű működésének lényegét, ihlet okait és teremtés tudatának szívhangjait, mert hiszen vers, festménykép, rajz egy azon munkaderű, és ihletettség üzetés növénytőjéből kinőtt más-más szár, virág, kehely és porzó, Takács Gyula fénytükre világ, az elmúlás elleni derűs küzdelem egy-egy tükörországa csönd, aminek tükrözés lemezén hal, madár, szőlő, mandulafa, venyige, hold, hárs, sás, nádas, tópárolgásból zöld szemgolyó, ház, földszelet legyező, emberalak, halandóságarc, misztikus bölcsesség, véntudat, szelíden száraz színhalmaz indulat, mint egy festő palettája, Bonáré vagy Monéi, tollal, ceruzával írva, rajzolva, ecsettel kenve,
mint az Assisi Szent Ferenci lét, boldog, létező dicsérete, virág dicsőítése, madár dicsőítése, hal dicsőítése, naphimnusz. Hit, élet szeretet, búcsúzástalan tiszta búcsúremény, valóság áhítat és szépségtisztelet, a világ értelmének megértő tűzkegyel. A halandó hűsége a halhatatlan teremtés erőhöz, akár Istennek mondjuk, akár valami más önmagának, iszonytalan kék csönd, amiből a bűn nem hajt ki, mint a gaz a szőlőskedben, szívből a gyűl. És most megnyitva ezt az ünnepi kiállítást kívánom, sokáig szervezze és szerkesztenék a képzelt vagy valódi valóságot kezed, szemed, agyad, szíved, versé, bölcsességé, rajzá, képé, létderűvel beszőtt erkölcsi csillagképlet, nyári vagy téli merengésünk, tündöklő göncölszekere, csillagpontokból Istenünk belkente a takásunk. Képzelt.